Belpolitikai ügyekkel megyünk tovább. A folytatásban a Tisza párt elnöke Magyar Péter bejelentette, hogy nem fognak indulni a váratlanul hogy Potápi Árpád körzetében egyáltalán jelöltel, de ami talán még fontosabb a bejelentésben, az nem más, mint hogy elhangzott az is kijelentésképpen, hogy 2026-ig tulajdonképpen egyetlen egy időközi választáson sem szeretnének senkit indítani. Ez természetesen aztán egy hosszú posztban meg is indokolta Magyar Péter, hogy mi a döntésének az alapja, a témát pedig Somogy Zoltán szociológusnak hoztuk, nem ajándékba, hanem gyakorlatilag erről szeretném majd kérdezni. van itt hét pont, nagyjából mindegyik ugyanarról szól, különböző módon megfogalmazva, de az első pont az ugye arról szól, hogy a rendeleti kormányzás miatt jelenleg az országgyűlésnek, ugye álláspontjuk szerint nem sok értelme van. Ebből arra következtethetünk, hogy ők nem is igazán szeretnének úgymond egy puskaport előni arra, hogy megkockáztatják, ha ez kockázatnak számít, hogy indítanak valakit be is kerülne mondjuk a parlamentben, be, és akkor nekik ott kéne aktívan részt venniük, és ezzel kivennének a saját jelenleg pici rendszerükből egy főt? Igen, de talán annyiban érdemes pontosítani, hogy itt nem arról van szó, hogy nagyon kevesen vannak és annyi a munka, hanem arról van szó, mert egyébként nyilván erről is, hogy sok a munka és kevesen vannak, de azért ennél fontosabb, hogy bekerülnek egy olyan rendszerbe, amelyben nem, a, nem jó nekik bekerülni, tehát hogyha az az alapállítás, hogy úgy, ahogy van, elszúródott a magyar politika, és annak mind a két oldal a hibás ezért, és gyakorlatilag az intézményeik is hibásak ezért, akkor bekerülni az intézményeikbe, ez egy kockázatos tevékenység. Ugye még az önkormányzati választások előtti, talán ebben a stúdióban is beszélgettünk erről, én akkor jeleztem, hogy nekem az nagyon furcsa, hogy a, a az Európai Parlamenti Választás az egy, az egy természetes dolog, hogy ott megmutatja magát egy párt, egy új politikai erő, nem a magyar belpolitikához kötődik igazából egy választókörzet, meg tudja mutatni, hogy mekkora. Tehát az erejét fel tudja mutatni. Az, hogy a fővárosi önkormányzatba is elindult a listán, és tíz képviselőt szerzett Magyar Péter és pártja, azt én a magam részéről már a választások előtt is egy fajta hibaként könyveltem el, mert az volt a kérdés, hogy mit fognak utána csinálni, részt kell venniük ebben a szisztémában. Olyan fontos helyzetbe kerülnek, ahol kikerülhetetlen a, a döntésük, irányítási pozícióba kerülnek 2026 előtt fölöslegesen, mert ugye az, ez az egész politikai mozgalom, amit Magyar Péter vezet, ez arra épül arra az elégedetlenségre, hogy az egészet úgy, ahogy van, az egész Magyar politikát ki kell dobni, és Én valami teljesen újra van a szükség. Nagyobb Hibázás lehetősége, vagy az, hogy kell érteni? Hát meg azt nézik, az, azt veszik észre a választók, hogy ők se tudnak máshogy cselekedni. Belekerülnek abba a szisztémába, amit kritizálnak. Ha valaki nem szeret egy rendszert, akkor nem a, akar annak a rendszernek a részévé válni, hanem egy új rendszert akar építeni. És a fővárosi önkormányzattal belekerültek abba a politikai szisztémába, ahol olyanokkal kell egyeztetniük, akiket egyébként meg a pokolba kívánnak. Tehát ez az üzenetük, hogy elég volt ebből a politikából. Hol tudnak akkor mégis a tiszapárti politikusok, képviselők úgymond az ismeretlenségből kilépni, mert itt azért többször nem is mondom, hogy vita téma, de felmerül a kérdés, hogy igen, igen, itt vannak ezek a politikusok, de valójában ki is, ők ugye Niedermüller Péter kritizálta annó, most már Gyurcsány Ferenc is egyértelműen, hát olyan emberekről beszélünk, akik semmit nem tettek le politikailag, és ugye ebben a közegben fontos a kapcsolatépítés, a kapcsolati háló, a lobbi képesség és a lobby tevékenység, tehát ők itt kérdőjelezik meg ezeknek a politikusoknak a szakértelmét, akkor a választópolgár Mit vár a politikusoktól látszódjanak vagy ne látszódjanak? Hát persze örömteli lenne, hogy a politikai műfaj az ennyire mély lenne és struktúrált. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy elég Magyar Péter ehhez a politikai mozgalomhoz a nyilvánosság előtt. Tehát ezt a többiek, a versenytársak kérdezhetik, hogy hol vannak a munkatársai. A választókat ez nem annyira érdekli. Egyébként maga a Trump jelenség is hasonló, ha már egy kicsit lehet utalni az egyébként nagyon fontos nemzetközi történésre, de ugyanez van, hogy ez talán kevésbé érdekes dolog. Annál érdekesebb Magyar Péter számára, hogyha meg is nyerni ezt a választást, ami egy elég nehéz választókörzet, tehát inkább nem nyerni meg még a tiszapát szerintem, mint hogy igen, akkor ha a parlamentben ott lenne egy ember, akkor mit tudna csinálni? Semmit. Tehát ez, és hogyha meg semmit nem tud csinálni, akkor a semminek a felmutatása az kritikaként jó, tehát tudja Magyar Péter mondani, hogy a parlamenti képviselők nem csinálnak semmit, mert olyan a helyzet, Orbán Viktor elvette tőlük a hatalmat, rendeleti kormányzás folytat. Azzal, ha beküld a egy embert, már rá is lehet mutogatni, hogy és a te embered mit csinál? Semmit. Hogyha már megszületett a Trumpi párhuzam, akkor ezt még meg tudjuk azzal is fejelni, hogy ugye vannak most közvéleménykutatások. A medián felméréséből kiderül, hogy a 40 év alattiaknál, mondhatom azt, hogy a fiatalok, így 40-esként, akkor most még egy kicsit hazafele beszélek, de minden esetre ott egyértelmű erősödést tudott felmutatni, most látják is a kedves nézőink itt a kijelzőn, a képernyőn, hogy ott erősödött a Tisza Október 23-a, talán ugye ezt tudjuk itt az utóbbi eseményekhez kötni, és a további kérdésem az az lenne, hogy minek mentén sikerült most ezt a mértékű erősödést felmutatni a Tisza pártnak? Ebben a kutatásban az a legérdekesebb, és attól tört be a nyilvánosságban erőteljesebben, mint a többi kutatás, hogy itt markáns vezetést mutat a Tisza pártnak. Tehát a korábbiaknál már volt egy a fejfej mellett, már elérte, már talán vezet, a medián kutatásában meg egyértelműen vezet a tiszapát, tehát ez azért, azért, áttörés így, mint kutatás, és persze egy kutatás nem kutatás, tendenciákat kell nézni, a tendenciák azt mutatják, hogy a tiszapát erősödik minden kutató intézetnél, viszont nyilván ennek az egyik oka az az, hogy új választók jönnek be, olyan választók, akik elégedetlenek ezzel a kormányjal, és amit mondjuk talán, a kormány részéről aggódva tekintenék, hogy azért az is látszik, hogy, hogy van egy ilyen a, a helyzettel való, a kilátásokkal való elégedettség, hogy mit gondolunk a jövőről, ezt amikor kutatják a, a közelénykutatók, medián is tette ezt, hivatkozott is rá, akkor az látszik, hogy ott egyfajta pozitív irányba történő változást mértek, tehát a korábbi hónapokhoz képest kicsit optimistábbak az emberek, és mégis a tisza erősödött. Mert ugye az szokott lenni, hogy amikor pessimistábbak az emberek, várakozásaik rosszak, akkor a kormány gyengül, amikor optimisták, várakozások jobbak, akkor a kormány erősödik. Rossz tendencia lenne a kormány számára, ha, ez, ha azzal kapcsolódna össze a pozitív várakozás, hogy na végre megerősödött a tiszta. Nagyon rövid kérdés utoljára ehhez a témához. Előfordulhat, vagy elképzelhető egy olyan politikai akarat vagy szándék, hogy az imént látott képen is látok, hogy gyakorlatilag sokan a bejutási küszöb alatt vannak, hogy mondjuk az 5%-ot a Fidesz, törvénymódosítással levinni mondjuk 3%-ra, hogy a kis pártoknak is lehetőségük legyen. Akarhatják-e ők ezt egyet? Persze, abszolút. Hogyha az a helyzet, ha ugye a Fidesznek az az érdeke, nagyon meggyengül mondjuk a Tiszához képest úgy ítélik meg, hogy ez a rendszer, amit kialakítottak, ahol az első gyakorlatilag mindent visz, és nem ők az elsők, kétharmados parlamenti többséggel tudnak választási törvényt módosítani. Meglátjuk, egy másik téma kiderült, hogy az rs is van vége, Szájár József visszatért, ha nem is a politikai közéből, ugye ezt egyértelműen kijelentett, hogy oda nem szeretne, vállalt Smit Mária felkérésére egy olyan feladatot, amivel újra láthatóvá vált. Mit szól, hogyan értékeli Szájár József visszatérésén? Az, hogy tisztességes dolog ez Szájár József irányába egyébként a Fidesz megtenni. Szájár József egy kiváló politikus ez... volt, volt egyébként az Európai Parlamentben, sokkal felkészültebb, mint a többiek, és sokkal elfogadottabb. Tehát ő tényleg valaki volt az Európai Parlamentben, és az, hogy ő egy ilyen intézményben szerepet kap, én azt gondolom, hogy ez csak nagyon széle a, a, a politikának, olyan szempontból széle, hogy a... Hogy hogy azt, érdemes mérlegelni, és azt érdemes látni, hogy a Fidesz néhány év után úgy döntött, én azt gondolom, hogy mit várjának ilyen szempontból köze van a kormánypártokhoz, ez valami közös döntés, hogy felvállalják annak az ódiumát, hogy ez mondjuk a választók számára egy rövid ideig olyan, olyan furcsa lesz, meg nem szimpatikus, de mégis tett annyit ezért a politikai közösséget, és van annyira felkészült, hogy van helye a politikai háttérországban, és én ezt egyébként a Fidesz oldaláról az ő irány tehát igen tisztességes lépésnek tartom. Somogyi Zoltánnak nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.